Sziasztok, ma megint vlogolni fogok. Most viszem Lilit az oviba. Kis oroszlán inkább. És utána pedig indul a napom, úgyhogy ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ennyi. Ennyi. Na, Lilit már elvittem az oviba, Vince pedig anyukámmal van, úgyhogy én most szerintem kihasználom az alkalmat és beülök egy jó kis reggelire a frukkolába, úgyis olyan ritkán van lehetőségem nyugodtan reggelizni, és aztán 11-kor lesz majd egy megbeszélésem, de lehet, hogy előtte beugrok még az álléba, mert a múltkori vlogomban felpróbáltam egy csizmát a promódban, ami baromira tetszik, és 3500 forintba került, viszont nem volt a méretemben, mert amit felpróbáltam, az 37-es volt, és az eléggé szűkös volt, úgyhogy arra gondoltam, hogy elmegyek az álléba, és megnézem, hogy hát, ha az ottani promódban van belőle 38-as, szóval ez a terv a délelőtre, aztán a délután meg majd még meglátjuk. Nagyon jól esett ez a reggeli, és mivel egy csomó időm van még 11-ig, még csak 9 óra múlt, így szerintem elugrom az álléba, és megnézem azt a csizmát, hát ha ott van. Egyébként nem hiszem, de nem hagy nyugodni, úgyhogy megnézem. Sziasztok, ugrottunk egy napot. Elnézést kérek, hogy tegnap úgy eltűntem, de történt egy-két izgi dolog. Hamarosan elmesélem, hogy micsoda. Most viszont fel kell adnom 6 csomagot a Fox Post automatában, úgyhogy megyek. Na, hazaértünk, voltunk a Spárban is, úgyhogy arra gondoltam, hogy jöjjön most egy kis food haul, megmutatom nektek, hogy miket vettem.
Na, ígértem, hogy mesélek nektek. Az a helyzet, hogy tegnap kaptunk egy nagyon szuper hírt a lakásüggyel kapcsolatban, mégpedig a banktól. Az, hogy minden rendben van, úgyhogy ki van fizetve az eladó. Mit szeretnél? Banánt? Igen? Jó. Adok neked banánt, jó? Megjött Vincu egy darab banánnal. Betetted az egészet a szádba? Na, szóval az a lényeg, hogy most már tudi, hogy a miénk a lakás, pontosabban lesz, hogyha birtokba vehetjük, ami valószínűleg körülbelül egy hónap múlva történhet majd meg. De mivel ugye mi még szeretnénk költözés előtt kifesteni, meg megcsinálni egy pár dolgot, így csak akkor tudunk majd ténylegesen beköltözni, hogyha ezekkel elkészültünk. Ami igazából nem tudjuk, hogy mennyi idő lesz, de mi most abban reménykedünk, hogy nagyjából másfél hónap múlva végre beköltözhetünk a saját lakásunkba. Úgyhogy nagyon-nagyon boldogok vagyunk, és egyben nagyon izgatottak is. Én már most félek egy kicsit, hogy mi lesz majd a költözéssel, így két gyerekkel, de hát azt gondolom, hogy ezt is abszolválni tudjuk majd. Úgyhogy az lesz, hogy én szépen nekiállok megint szelektálni, egyébként lassan fél éve ezt csinálom, de még mindig azt látom, hogy vannak még olyan cuccok, amiknek mennie kell. Úgyhogy mivel van jó néhány olyan ruhám, meg smink, meg gyerekcuccok, amiket szeretnék eladni, így ezeket majd fel fogom tenni valahova, szerintem sanszos, hogy Instagramra. Úgyhogy igen, ezt a szuper hírt kaptuk tegnap, és tényleg nagyon boldogok vagyunk, és alig várjuk már, hogy költözhessünk. Hát sajnos Vince születésnapjára nem fogunk tudni beköltözni, pedig én ezt szerettem volna, de az én szülinapomra, ami ugye április 24-én van, akkor szerintem már biztos, hogy ott leszünk. Vagyis hát nagyon-nagyon remélem. Itt vagyok, ragyogok, Vince elaludt, úgyhogy szeretném megmutatni nektek, hogy milyen újdonságokat küldött nekem a pupa. Nem fogok mindent megtartani, hanem összeállítok egy kis ajándékcsomagot, amiért ebben a videóban lehet játszani, hogy hogyan, azt elolvashatjátok a videó alatti leírásban. Kezdjük el nézegetni őket, és akkor majd mutatom, hogy mi az, ami a nyereményjátékba megy, ami meg nem, azt természetesen ki fogom próbálni most itt előttetek. Na nézzük, mik vannak az első csomagban. Hú, ezeket már nagyon vártam. Ez a Pupa Beauty Touch alapozó stift, és úristen, 5 különböző árnyalatban elküldték a mindenit. Ilyen matt fekete csomagolása van. Ez a 0-10-es, hát ez szerintem tuti, hogy világos nekem. Ez nagyon-nagyon világos. Úgyhogy ezt egyelőre félreteszem. Ez a 0-2-es, akkor ez elvileg egyel sötétebb. Aha, ez már közelít. 0-3-as. Hát ez meg lehet, hogy már sötét. A 0-2-es az szerintem biztos, hogy jó lesz. Mindjárt fogok belőle mutatni színmintát is, csak először megnézem, hogy milyen árnyalatok vannak itt. Ez a 0-20-as. Van még itt egy 0-10-es? Hát most én így azt mondom, hogy ránézésre ez a 0-10-es meg a 0-2-es áll az én bőrtónusomhoz a legközelebb. Látjátok a szín mintát? Nagyon krémes egyébként, és úgy látom, hogy eléggé erős fedése van. 15-ös fényvédő is van benne, normális kombinált bőrre ajánlják, gyors és praktikus, kiegyenlíti a bőrtónust, könnyű formulája van. Aztán ez itt a következő csomagunk, ebben körömlakkok is vannak. Ezek itt a Pupa Unexpected Beauty, vagy Beauty Unexpected körömlakkok, és ezek ilyen duokróm lakkok. Talán ez a középső, ez bejövős lehet nekem, ez a 001-es árnyalat, úgyhogy ezt megtartom magamnak. Ezt a másik kettőt pedig félrerakom, amúgy ez a 003-as árnyalat,
ez pedig a 002-es. És megnézem, hogy ennek amúgy milyen ecsete van. Igen, ez ilyen kis rövid, viszonylag széles ecset. És akkor van itt három darab Unexpected Beauty szájfény, illetve egy ajakradír, ilyen nagyon menő, fényes, holografikus csomagolásuk van. Ez itt a 001-es, ez a 002. Ez már egy erőteljesebb rózsaszín, és ez pedig a 003-as, ez egy világosabb rózsaszín. Én ezek közül szerintem ezt fogom megtartani, ez a 001-es árnyalat, úgyhogy nézzük is meg, hogy ez milyen. Hát ez valóban egy ilyen duokrom szájfény, mert hogy egyik szögből nézve rózsaszínes, másik szögből nézve ilyen aranyos árnyalatú, úgyhogy nagyon különleges, és az illata az pedig ilyen édeskés vaníliás süt illat, úgyhogy ez marad, ezt a másik kettőt pedig beleteszem az ajándékcsomagba, és szerintem akkor nem is egy ajándékcsomag lesz, hanem kettő, mivel hogy eddig két szájfényt tettem félre, két körömlakot, meg két alapozó stiftet, úgyhogy akkor két nyertes lesz, remélem, hogy örültök neki. Itt van még ez az ajakradír, ezt is nézzük meg mindenképpen. Ez ilyen kis tubusos kiszerelésű. Szerintem ez ilyen cukros ajakradír. Az illata ennek is ugyanolyan, mint a szájfényeknek. Ez egy cukros ajakradír, regenerálja és simává teszi az ajkakat. Ez biztos, hogy ki fogom próbálni, mert borzasztóan szárazak az ajkaim mostanában. Bármit felkenek rá, előtte le kell radíroznom, különben borzasztóan mutat rajta mindenféle rúzs. És akkor az utolsó csomagban pedig úgy látom, hogy szemhéjpúderek vannak, illetve van itt még egy highlighter is, hát gyanítom, hogy ezek is ilyen holografikus, duokrom szemhéjpúderek lesznek. Ilyen rózsaszín csomagolása van, de nagyon különleges ez a csomagolás is. Ez a 001-es árnyalat. Ez így ránézésre aranyszínű, de van egy ilyen rózsaszínes beütése, ahogy így forgatom. Most még nem akarok belenyúlni, mert nem tudom, hogy melyiket tartom meg. Ez a 002-es. Hú, ez egy ilyen lilás, kékes, rózsaszínes, megmagyarázhatatlan szín. Ezt szerintem nem fogom megtartani, úgyhogy ezt vissza is csomagolom. És akkor itt van még a 003-as, ami meg egy ilyen kékes, zöldes, szürkés szín. Úgyhogy ezt a kettőt fogom kisorsolni, és ezt pedig megnézzük, hogy milyen. Hú, ez nagyon-nagyon aranyszínű. Egyik szögből nézve aranyszínű, a másik szögből nézve ilyen narancssárgás, rózsaszínes, hát remélem, hogy a kamerán is átjön ez. És szépen pigmentált, szóval eléggé intenzív színe és fénye van. És akkor nézzük a highlightert, ami számomra mindig a legizgibb. Ennek ugyanolyan csomagolása van, mint a szemhéjpúdereknek, és hű, de érdekesen néz ki. Hát erre nem számítottam. Pezsgő színű, de vannak benne ilyen rózsaszín pöttyök. Hát ezt ki kell próbálnom. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez milyen. Aha, ez ilyen irizáló rózsaszínes highlighter. Amúgy nekem nem szoktak tetszeni az ilyen irizáló rózsaszínes highlighterek, de ez nem rossz, mert ez nem olyan idegesítően rózsaszínes. Szóval értitek, ez olyan kis visszafogott, egészen finom. Úgyhogy kíváncsi leszek, hogy ez hogy néz ki, hogyha ecsettel viszem fel az arcomra. Na, és akkor mutatom, hogy mi lesz
az ajándékcsomagokban, mert hogy kettő lesz. Egyrészt lesz mindegyikben egy Pupa Unexpected Beauty monoszemhépúder, egy-egy szájfény, körömlak, illetve ez a Beauty Touch alapozó stick, valamint az egyik ajándékcsomagba teszek egy ilyen MyClarence tisztító arclemosót, a másikba pedig egy ilyen Sisley dúsító hajspré, azt hiszem ez a megnevezése. Úgyhogy, ha szeretnétek játszani ezért a két ajándékcsomagért, akkor kérlek olvassátok el a videó alatti leírást. Még egy dologról szeretnék még beszélni, aztán szerintem lezárom a vlogot, mert hogy ma már semmi izgi nem fog történni. Néhány nappal ezelőtt, vagy talán lehet, hogy volt az már néhány hete is, kaptam pár olyan üzenetet, hogy hát miért nem szerepelnek többet a gyerekek a vlogokban, meg miért nem teszek fel róluk több képet Instagramra, amikor annyira cukik. Az a helyzet, hogy én nem akarom mindig mindenáron úgymond mutogatni, meg szerepeltetni őket. Vlogoknál is úgy van, hogyha azt látom, hogy nyűgösek, vagy nincs jó kedvük, akkor nem fogok vlogolni, és nem fogom kamerázni őket. Viszont olyan is volt már, hogy Lili látta, hogy éppen vlogolok, és akkor mondta, hogy ő is akar mondani valamit. És ilyenkor szokott az lenni, hogy Lili beszél a kamerába, de alapvetően én nem akarom a vlogokban állandóan őket mutogatni. Nem dugdosom őket, szóval nem erről van szó. Tudjátok, hogy tényleg felszoktak tűnni videókban, meg felszoktak tűnni Instagramon is, de nem akarok mindig mindenáron róluk posztolni, mert én ezt így érzem, és ez szerintem mindenkinek a saját döntése, hogy mennyit posztol, vagy éppen nem posztol a gyerekeiről. Én ezt már elmondtam korábban is, hogy én soha nem fogok róluk olyan képeket, vagy felvételeket kitenni, ami miatt ők később kellemetlenül érezhetik magukat, legyen szó akár mesztelen képekről, hisztizős képekről, bilizős, mit tudom én milyen képekről. Tudom, hogy valakinek ezek kellenek, mert úgy vannak vele, hogy ezek is a gyerekes élet velejárói, de én ezeket nem fogom soha, sehol, semmilyen formában senkivel megosztani. És igen, lesznek olyan videók, amiben benne lesznek a gyerekek, de lesznek olyanok is, amiben nem. Szerintem ez a mostani is egyébként egy olyan lett, amiben nem nagyon szerepeltek. És igen, ennyit szerettem volna igazából mondani ezzel kapcsolatban, remélem, hogy ezt megértitek, és tiszteletben tartjátok. Tényleg mondom, ez mindig a gyerekektől függ, hogy mennyit vannak benne egy vlogban. Szóval, hogyha úgy látom, hogy nem zavarja őket, hogy kamerázom, akkor kamerázok, ha meg úgy látom, hogy idegesíti őket, vagy tényleg nincs jó kedvük, akkor meg inkább nem kamerázok, hanem tényleg azzal foglalkozom, hogy jobb kedvre derítsem őket, vagy hogy kicsit babusgassam őket. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai vlog, remélem, hogy tetszett nektek. Írjátok meg kommentben, hogy szeretitek ezeket a napi vlogokat, vagy inkább csináljak több napi vlogot, meg úgy mindent, amit szeretnétek ezzel kapcsolatban, és ne feledjétek a nyereményjátékot, hiszen kettő ajándékcsomagot is meg lehet nyerni. Ennyi voltam mára, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és találkozunk következő alkalommal is. Sziasztok!